Sának 40. évfordulóját ünnepelte 3 órás megakoncerttel. A 70-es, 80-as évek romániai rock legendája, a Metropol együttes Nagyváradon. Az akkoriban progresszívnek számító zenét játszó banda pár év alatt Románia ünnepelt zenekarává vált, a magyarok és a románok körében egyaránt. Koncertjeik mindig telt házat vonzottak. A példanélküli népszerűség felkeltette a Securitate gyanúját is, így az első lemez megjelenése után a zenekari tagokat napi 24 órában figyeltette a kommunista állambiztonsági szolgálat. A Metropol együttes fészke a mai Ady Endre Liceumban volt, ahol a három alapember, Virány Attila basszusgitáros, Elekes Csaba gitáros és Rádúj Béla dobos 68-ban létrehozták a zenekart, miután a Beatles korszakformáló lázadása a vasfüggöny mögé is belopózott. Minden iskolának, úgy mint az Ady Liceumnak, régi egyes iskola, kettes, mindegyiknek volt zenekara, nem is egy, kettő. A zenekari versenyek voltak, iskolák közötti zenekari verseny, azok kaptak prémiumot. Hol voltak a rockbandák is mindig? Akkor még gitárt vettek a gyerekek, még tanultak, most már diszkóba járnak. Ráadásul nem volt konkurenciánk, tehát nem volt kábel TV, nem volt videomagnó, nem volt diszkó, csak élő zene volt. És ezt vittük végig az országban, magyar földön, román vidékeken, mindenhol. Románul énekeltünk, Oltiniában, Moldovában, Bukarestben, Székelyföldön magyarul. És jöttek, toldultak az emberek, más szórakozási lehetőség nem volt. Az együttes 1971-ben a Siculus Fesztiválon tűnt fel. Az állami hanglemez kiadó ezután dobta piacra első lemezüket 1973-ban Metropol néven, az első magyar nyelvű rockalbumot Romániában. A romániai titkos rendőrség ettől kezdve napi 24 órában megfigyelte őket. 14 magas rangú tiszt foglalkozott ezzel a rendkívül fontos problémával, hogy hát a Metropol milyen államellenes tevékenységeket forral odalent, pedig hát mi csak egyszerűen zenélni szerettünk volna. 2005-ben adtam be egy kérvényt Bukarestbe, hogy szeretnék betekinteni hírattárba, tökéletes naplónk van, minden részletességgel, hánykor, hova megyünk, kivel találkoztunk, mit fogunk énekelni, a szövegekben milyen változtatásokat akarunk eszközölni, és így tovább. A zenekar motorja az 1994-ben autóbalesetben meghalt Rádúj Béla dobos volt, aki több nagyváradi ifjú tehetséget is felfedezett. A Metropol másfél évtizedes sikertörténetének a 80-as évek romániai valósága vetett véget. Ezek az áramszünetes jelenségek állították meg a dolgot, hogy nem volt egyszerűen gázolaj, amit tegyünk a buszba, hogy menjünk turnézni. A hotelekbe fagytunk meg szintén, mert hideg volt. Lehetőségek hiánya miatt maradtak el a turnék a legvégén, és a külföldre pedig nem engedtek. A zenekar most abban a teremben lépett közönség elé, ahol utoljára 28 éve, 1980. december 20-án játszottak. Egy évtizedig a színpad alatti 7-es számú öltözőben volt a próbatermük. Az együttes egyetlen tagja maradt Váradon, a többiek külföldön telepedtek le. Annyira szerettem Váradot, és tulajdonképpen minden ideköt. Itt vannak a barátaim, itt vannak a köröspart, itt van a fűzfa, család, szóval nem tudnám itt hagyni. A Metropol ugye az hiányzott eleinte, persze, amikor elmentek, azt a barátság azt tartotta össze szerintem ezt az egész zenekar. Az országszerte népszerű rockbandát nem engedték külföldön fellépni. A nyomorúságos körülmények mellett ez is oka volt annak, hogy a zenekar tagjai közül többen emigráltak. A rajongók dugig megtöltötték a sportcsarnokokat, és most a váradi születésnapon is telt ház volt. Az akkori kornak ugye az üzenetét elfeledni ember maradni, az embertelenség. Azért nem kis feladat.